Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, Uratom Elkulon, Marcos Kodatot, Gyártás Urat. Let me welcome here a representative of the media, Mr. President, Mr. Director, Tamás Gyártás. Az elmúlt 17 napos sportszerűségről, az összefogásról és a kölcsönös tisztelet egyéről szólt. The last 17 days are all about the respect that we can do it together and the celebration of sport. Különösen kiemel az összefogást, hiszen Marko Lehto és Mario Lehto fáját együttültettük, köszönöm a lehetőséget, hogy lehettek. Okay, so doing together was the key here, as also a kind of representation that they planted the trees of Mr. Maione and Mr. Marculescu hand in hand together. Köszönöm a FINA vezetésének, a magyar szervezőknek és az önkénteseknek a munkát. Nélkülük a világbajnokság nem vagy nem így valósulhatott volna meg. I sincerely thanks the efforts of FINA, the organizers and of course the volunteers. Without them, this World Championship couldn't have been a success or couldn't have been done at all. Ma este a számokat pontosan fogjuk tudni, holnap délelőtt tartunk egy olyan sajtótájékoztatót, ahol minden számról részletesen beszélünk. We will learn the final numbers related to the championships by this evening, and tomorrow here in the arena we will have a press conference where I will share you with all the final numbers of the World Championships. De hogy milyen volt ez a világbajnokság? Engedjék meg, hogy három embert idézzek. And but how was this World Championships? Let me quote three persons. Olyan emberek ezek, akik nem az első világbajnokságban jártak, és nem is az utolsó. These people, for them wasn't the first and wasn't definitely the last World Championship they attended. Ha megengedik, pontosan fogod őket idézni. If you let me, I will take the precise quotes from them. A brit mellúzó fenomén Adam Peaty arról beszélt, elképzelni sem tud jobb helyszínt a Duna Arénánál, és elképzelni sem tud jobban szervezett versenyt, mint ez a világbajnokság. The British press soccer phenomenon Adam Peaty told the press that he couldn't imagine any better venue than the Danube Arena, Duna Arena, and he couldn't imagine any better organization than the one then we have this competition. Ellen Embrehamson, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság média bizottságának amerikai tagja arról írt, hogy itt egyszerűen minden működik. A helyszínek tökéletesek, a szállítás, a wifi, a közvetítés remek. Budapest minden várakozását felülmúlta. És hogy a magyar úszók futamai olyan hangorkán söpör végig a úszodán, ami felír egy kisebb földrengéssel, és hogy ő még ilyet sehol nem ért át. Ellen Embrehamson, US representative of the IOC Media Committee, wrote in his article that here simply everything works. Transport, wifi, the venues were fantastic. And whenever we attended a swimming pool and a swimming competition and the Hungarian swimmers took the stage, a minor earthquake was like when roars come down from the tribunes, and he never experienced anything like this in a swimming competition. És végül hadd idézzek egy néhány órával ezelőtti minősítést az Egyesült Államok olimpiai közvetítésekre specializálódó TV csatornájának, az NBC Sportnak a csapatvezetője, Jackie Smith, az utolsó értekezetén azt mondta, all days excellent, azaz minden kiváló volt. A kollégáim azt mondják, hogy ilyet ritkán szokott mondani. And let me quote Jackie Smith, the head of NBC Sports, the US TV channel's specialized world Olympic coverage. She said that the final meeting of the broadcasters, that all was excellent. And my colleague said that she rarely assess an event like this. Köszönjük a Nemzetközi Szövetségnek, hogy bíztak bennünk. Jövőre visszavárjuk őket a Junior Szinkronúszó Világbajnokságon, 2019-ben a Junior Úszó Világbajnokságon, természetesen 2024-ben a rövid pályás úszó világbajnokságon. Many thanks for FINA, for trusting us, and of course we expect you back to return next year for the World Synchro Junior World Championships, 2019 the World Junior Swimming Championships, and of course for 2024 for the World Swimming 25 Meter Championships.
és el kell árulnom önöknek, hogy 2019 és 2024 között engem zavar ez az öt év. But let me tell you that between 19 and 24, I'm really disturbed this 5 year with emptiness, so it's too long. Marion elnök úr, Markovic kutató úr, Gyárfás úr, beszéljünk. So, Mr. Maiona, Mr. Marculescu, Mr. Gyárfás, let's speak about these 5 years. A little bit more events to come here. Thank you very much.